Mézer Jánost köszöntjük, abnak az apropójából, hogy újra kárhozott a készakája, újra Live Autumn Fest. Mivel készültök a tavalyi nagy siker után? Hát tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nagyjából a struktúra hasonló lesz, mint ahogy tavaly ősszel az első Live Autumn fest illetve annak tavaszi folytatásában a Dark Spring Nights-on volt. Két nap, hat zenekar, két kulturális rendezvény, mindkét este afterparty, összesen három szelektorral, nagyjából, nagyjából és egészében több mint 30 fellépő lesz a színpadon, 30 művész, zenészek, előadó művészek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon színes repertoárral fogjuk várni a tisztelt közönséget. Megmerem kockáztatni, hogy a legszínesebbel, amióta nekiállt a rendezvénysorozat ezeknek a kétnapos minifeszteknek a szervezéséhez. Első nap... Mint ahogy a második napon is három-három zenekart láthattok majd meg, ezek nem lesznek mások, mint az első napra az Angel hát, ami egy, egy rock per gothic metal tribut zenekar. A Dharma, ami senki számára nem lehet már ismeretlen a szegedi közönségben, nyilván minőségük és zenei, illetve származásbeli érintettségük miatt sem. Emellett találkozhattok még régi ismerőssel az Október zenekar, személyében, illetve személyeiben. A második napon pedig a Dreamgrave, mint, mint, mint a szegedi zászlóshajó, és a nagyon-nagyon régen Szegeden játszott Dying is, valamint a mindenki által szeretett és visszavárt steampunk zenekar a Lies of the Machine vár benneteket. Eléggé színes a felhozatal, vannak visszatérők is, például, hogyha csak a tavaly Szegeden először játszott ugye a Lies of the Machine. ezek szerint nagyon tetszett nekik a tavalyi koncert, és visszajönnek. Az október zenekar pedig hát egy nagy visszatérő zenekar volt. Ahogy. Így van, így van, így van. Ez egy oda-vissza tetszés, ugyanis hál' Istennek egy, egy jó akció-reakció alakult ki a, a, a fellépők és a közönség között. Ez ö, mind a Lies of the Machine, mind az október, mind pedig a többi fellépő zenekarra elmondható. Talán a Dying Wish ki ezek közül eléggé, hiszen ők hosszú-hosszú évek után térnek vissza most ö, Szeged városába. Nekik volt egy kis ö, szünet is a... A pályafutásukban azonban nem olyan régen kiadtak egy új kislemezt, megmutatták azt, hogy magyarul is tudnak olyan színvonalat produkálni, mint amit már megszokhattunk tőlük az elmúlt több mint 15 évben. Viszont jó reakciók vannak. Én úgy látom, hogy a közönség szeretettel fogja várni a fellépőket. A fellépők nagyon készülnek, nagyon lelkes mindenki, jó buli lesz. Elmondtuk már, hogy milyen zenekarok lesznek, mik voltak a visszajelzések a tavalyi. Live Ultim után. Igen, a visszajelzések egyértelműen pozitívnak mondhatóak. A, az érdeklődés, hát fogalmazunk úgy, hogy hozta azt a szintet, amit, amit nagyjából számoltunk, és amire várni lehetett. A, a, zenekarok mindannyian jól érezték magukat. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy az első felvonás után egy, egy, egy bővülő színvonalát tekintve bővülő repertoárral várjuk most vissza a közönséget. Alapvetően mi a szervezőségben úgy látjuk, hogy van létjogosultsága a de ütősebb megmozdulásoknak. Ugye ezt tavaly ősszel kezdtük el, hogy, hogy, hogy korábban hogy havibulik voltak, legalább havonta egy esemény kapcsolódott a rendezvénysorozatnak a nevéhez illetve ezen kívül tartoztak még hozzá egyéb kiegészítő rendezvények, témaspecifikus rendezvények, és a többi, amiben mondjuk én, mint szervező részt vettem, de nem feltétlenül tartozott a Kározottak éjszakája, illetve a Gothic Szeged égisze alá, viszont akarva, akaratlanul belevontuk, bele kellett, és jó is, hogy belevontuk ezeket a rendezvénysorozatokat is. Ennek volt egy nagy váltása az, amikor úgy döntöttünk, hogy, hogy részint kímélve a közönségnek az idegrendszerét, rész szint pedig, pedig a, a, a komolyabb szórakozási lehetőségnek a, az előállíthatósága érdekében. Ritkábán, de erősebb felhozatalú rendezvények mellett tettük le a voksunkat. Ez, ez azt jelenti, hogy évente két bulit rendezünk meg, ez az a jövőben is így fog maradni, ezt szeretném is előrejelezni mindenkinek, aki hallja azt, amit most mondok. Évente két buliról beszélünk, mind a kettőnek megvan a saját neve, ugye a téli lesz a Live Autumn Fest, ez idén is így van, jövőre is így lesz, illetve, illetve, a tavasszal megrendezésre kerül a második Dark Spring Nights szintén két nappal. Ezt már előre bocsájtom, hogy ha, ha egy kis extrát, vagy egy kis figyelemfelkeltést, vagy figyelemfelhívást lehet itt eszközölni, hogy a tavaszi Dark Spring Nights második felvonás nagyon erős lesz, több zenekar lesz, megpróbálunk egy kicsit még magasabbra menni azon a lépcsőn, amin elindultunk fölfelé, de ne szaladjunk ennyire előre. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy, hogy az apró lépcsőzetes építkezés a cél, ennek az építkezésnek lesz most ez a következő lépcsőfoka. Tehát mindenféleképpen akkor egy felfelé mutató dologba fogtatok bele. Egy progresszívabb irányt szeretnénk megfogni. Ennek az egyik leghatalmasabb eszköze az, hogy nyilván mindenki pénzből van, mindenki pénzből létezik. Ez, ez az undergroundban sincsen másként. Annyi különbséggel, hogy a, hogy a mainstream-ebb vonalakban gázsikról beszélnek, az underground vonalakban meg költségtérítésről. Tehát ezért nem is szeretem például ezeknek a zenekaroknak az esetében a gázsi kifejezést használni, mert ez nem gázsik. Hogy kifizetem valakinek a benzinpénzét. viszont a másik oldalról ezt az összeget is elő kell teremteni. Tehát ebből kifolyólag ismerve a, a, a kedves közönségünket, annak terhelhetőségét, érdeklődését, anyagi vonzatát azoknak, hogyha folyamatosan ennyire komoly rendezvényekkel árasztanánk el őket akár havi vagy három hetente történő rendszerességgel. Ez nem egy járható út. Tehát annak érdekében, hogy színvonalas, és és kiemelkedő szintű fellépőkkel, sok fellépővel, gazdag tartalommal tudjuk szórakoztatni a, a, a kedves közönségünket annak az az ára, hogy ritkábban legyenek ezek a bulik. Viszont nyilván ennek is van egy bejárhatósága, ennek is kell, hogy legyen egy lépcsőzetes építkezése. Ezt csináljuk jelenleg, keresgéljük a határainkat, mi az, amit el tudunk viselni, mi az, ami belefér. Hál' Istennek szponzort is sikerült találnunk erre a, erre a kis megmozdulásra, még hogyha nem is egy hatalmas összeggel, de, de, de sikerült szponzort is találnunk, hogy még színvonalasabbra tudjuk tenni ezt a, ezt a megmozdulást, és ezt kívánjuk folytatni majd tavasszal is, hogyha egy fél pillanatra ismét előre tekinthetünk. Meglátjuk, hogy mi lesz ez. Hát a, a, közönség kezébe vagyunk mindannyian, mint ti a rádióval, mi a rendezvényel. Mindent ők döntenek el, mindent az ő szájízuk, az ő reakciójuk és az ő szeretetük alapján fogunk megcsinálni. Térjünk rá egy kicsit a körítésre, hiszen zenekarok vannak, mint általában egy zenei fesztiválon, de legtöbb esetben azért igényli a közönség is, és hát azért a szervezők is nagyon sok esetben egyéb látvány elemekkel is szokták bővíteni, és hát itt is volt már tavaly is, tavasszal is voltak beszélgetések, volt beöltözés, mi lesz most? Igen, igen, ez nem is burkolt célunk, hogy valahol magát a szubkultúrát, illetve ezt, a, ezt az egész kört szólítsuk meg, aminek hát oroszlán részt a zene a nyelve azonban nagyon-nagyon azonban sok egyéb út is van arra, hogy a közönséget meg tudjuk szólítani, illetve a közönség számára tetsző dolgokat tudjunk megmutatni. Ez, ez alkalommal sem lesz másként. Ugye erre példa lehet akár az, hogy a tavalyi műsoron, a, a, a YouTube-os beszélgetős műsorunk, a pohárt talvaló fúzióban egy, egy, ö, egy körbeszélgetés volt, egy körasztal beszélgetés volt, ö, ott Gajda Ferenc a Variólából ismertebb nevén Finca, illetve Ritzelani a Darmából volt a kedves vendégem, akikkel egy élő beszélgetést folytattunk le ott a színpadon, lent a Live Music Clubban. Ez most sem lesz másként, mármint hogy a körítés tekintve beszélgetés most nem lesz. Most inkább a látványelemekre tettük a hangsúlyt, ami azt jelenti, hogy 9 órákor kezd hivatalosan az Angel Heart nevű zenekar, ám az első zenekart megelőzően a pénteki napon, fél kilenctől a, a klub előtt egy, egy nagyjából 15-20 perces tűztánc bemutató lesz a ceg ceglédi csapatnak a jó voltából. Ez két fiatal tehetséges tűztáncos hölgyet jelent, akik nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy készüléssel jönnek ide Szegedre majd a jövő héten. Mindenkinek ajánlom ezt, ezt annak idején ez nekem egy nagyon-nagyon kedves zenei példaképen mondta, hogy hogy mint ahogy sehol máshol, úgy Budapesten sem tudnak az emberek sajnálatos módon időben megérkezni, főleg nem egy igen korán kezdődő eseményre, de erről mindig azt mondta, hogy nem ő lesz kevesebb azáltal, hogy ugyanazért a belépőért nem kapod meg a teljes élményt az érkező, vagy a késés okán. Ezért mindenkit arra buzdítok, hogy fél kilencre fáradjon el a Live Music club a mindenféleképpen, mert, mert ezt a tűztáncos bemutatót is mindenféleképpen érdemes lesz megnézni. Én csak javasolni tudom, hogy tegyék a saját emlékeiket egyivel is gazdagabbá, hogy egy ilyen egyébként Szeged városában nem túl sűrűn látható performance-on közönségként részt vehessenek. Illetve hát a második este, amikor jön a Lies of the Machine, akkor a tavaszi atakhoz hasonlóan a Dom térről indulóan 19 órára várunk mindenkit, aki a steampunk bűvöletében él, illetve a steampunk stílus itt iránt érdeklődik, nem találkozott még vele, de érdekli a dolog, kíváncsiság hajtja, és a többi, és a többi néhányan beöltözve, néhányan csak simán érdeklődve, nincs dresscode, nincsen semmi, mindenkinek ajánlom, gyereknek, felnőttnek, fiúnak, lánynak, hogy, hogy jöjjön el 19 órára a Dóm térre, és onnan egy lazakis sétában a Dugonics tér érintésével elsétálunk a Kárász utcán keresztül a Life Music Club, a Széchenyi tér érintésével. Én azt gondolom, hogy tavaly is egy, illetve tavasszal is egy nagyon-nagyon jó móka volt, Tavasszal is olyan emlékeket szereztem, meg én személy szerint is, ami, ami máj napig, máj napig megmosolyogtat, amikor eszembe jut. Egy jó móka, egy jó buli, nem mellesleg, egy jó kulturális rendezvény, és akkor utána, amikor megérkeztünk a klubba, akkor pedig lefáradván a helyre, és némi sörrel leápolva a fáradtságáit a sétának, akkor ugye megkezdődnek a koncertek mindenféleképpen ajánlom mindenkinek szintén, hogy, hogy jöjjön el, legyen ott velünk, csináljuk együtt, nem magunkért tesszük, hanem a közönségünkért. Köszönöm szépen, hogy elfáradtál hozzánk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!